királyod az Úrban. Ünnepi napot ülvén, Szent Annának tiszteletére. Valamennyien. Örvendel. Örvendezzetek igazak az Úrban, az igazakhoz illik a dicséret. Boldog nemzetség, akinek az Úr az Istene, a nép, akit örökségül választott magának. Örvendezzünk, mindjárt az Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki, amen! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik gyalog vagy különféle közlekedési eszközökkel érkeztek ide mai Szent Anna búcsúra. Zarándoklatunk vezetője, Veres András szombathelyi megyés püspök atya, amikor reggel borongós volt az idő és esett az eső, akkor eszembe jutott, amit püspök atya mondott egyszer, amikor zarándoklatot szervezett, hogy ahol ő zarándoklatot vezet, ott nem nagyon esik az eső, ott mindig süt a nap. Hát bejött ez ma is, hálásan köszönjük a Jóistennek és püspök atyának a jelenlétét is, és azt kívánjuk neki, azért imádkozunk, hogy szolgálatában mindig Isten világosságát tudja továbbadni és meggyújtani minden ember lelkében és életében. Isten hozta közöttünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a Szentlélek. Mindenek előtt hálásan köszönöm az újbóli meghívást ide, Mátra Verebély Szentkutra, elősi zarándok helyre. Nagy tisztelettel köszöntöm a főtisztendő paptestvéreket, a kedves híveket, és közöttük különös módon is a nagyszülőket. Szent Anna és Szent Joakim tiszteletében minnyájan megtalálhatjuk azt az emberi megerősítést, amely az ő példájukból fakad, de elnyerhetjük általuk azt a mennyei segítséget is, amelyre minnyájunknak szüksége van, hogy életállapotunknak, hivatásunknak megfelelően végezzük szolgálatunkat. A Szentmise kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkezzen, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Álva maradunk. Almosz, Krisztus kegyelmes,
Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett a világ. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség az föl nem fog. Mindazoknak azokban, akik befogadták, hatalmadott, hogy Isten gyermekei legyen. Azoknak, akik hisznek az ő nevében. Az ige testé lett, és köztünk lakott, és mi láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Mi mindnyájan az ő teljességéből merítettünk kegyelemből kegyelmet. Ezek az evangélium igényei. Áldunk éhet Krisztus! Köszönöm.
szükségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örökké életet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, mint a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te lélek gyümölcse, Jézus. Asszony, Jézus Mária, Istennek szent apja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Vezetsz, Uram, vezetsz!